Az ország szinte minden tájáról érkeztek szakemberek a szekszárdi borvidéki borversenyre, melynek a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme adott helyet. A nedűket 8 bizottságban lévő 6-6 tag értékelte. A legtöbb nevezés a 2019-es és a 2020-as évjáratból érkezett a megmérettetésre. Egyelőre 8 fehér bort kóstoltunk olaszízinget 2022-estől a 2018-as évjáratig, egyik szebb, mint a másik, és egyelőre még szirákat, még csak egy 10 szirán vagyunk túl, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon kiegyenlített a mezőny, és hogy mind a 2022-es, illetve a 21-es évjárat és az általunk kóstolt borok nagyon jó minőséget prezentáltak itt a szekszárdi borvidéken. A zsűri minden évben megszavazza a bikavér, a vörösbor, a kékfrankos, a kadarka és a hordósbor kategóriákban a legjobbnak járó címet, továbbá a legeredményesebb borászt és fiatal borászt, a legjobb muzeális bort és természetesen a városborát is kihirdetik. Vesztergombi Csaba szervező elmondta, összesen 258 mintát értékelt a bírálóbizottság, ami lényegesen felülmúlta az előző éveket. Nekem nagyon kedves az a szám, ami a fiatal borászok, vagy fiatal borász, legjobb fiatal borász díjára jelentkezők számát jelentette. 15-en jelentkeztek erre, de azt jelenti, hogy rengetegen vannak fiatalok, akik foglalkoznak és készítenek bort, jó borokat. A nap végén a 8 bizottságból álló zsűri tagjai nagyjából 30 bormintát továbbítottak az úgynevezett csúcs zsűrihez. Ezek közül kerülnek majd ki a kategória győztesek. Az eredmény hirdetésre április 22-én a Szent György napi borünnepen kerül sor.